Ma mutatta be jelöltjét a Szövetség a Híres Városért Egyesület a Zollner téren. A baloldal Kalló Juliannát fogja támogatni a július 10-én tartandó időközi önkormányzati választáson Kecskemét 9. választókörzetében. Az MSZP-s jelöltet dr. Brusser László mutatta be. Az egyesület elnöke a mai sajtótájékoztatón elmondta, az önkormányzatban lévő 9 fős frakciót szeretnék erősíteni. Király József frakcióvezető kiemelte, szükség van olyan emberekre, mint Kalló Julianna, aki megérti az embereket. Kalló Julianna pedig azt hangsúlyozta, ismeri ezt a körzetet, ugyanis 26 éve tevékenykedik civilként. Az MSZP-s jelölt elmondta, programját a rend, a biztonság és a kiszámíthatóság jellemzi. Kalló Julianna egyébként már indult önkormányzati képviselőjelöltként az 5-ös számú választókörzetben 2014-ben, akkor 14%-ot ért el a választáson.